Okulárét színpadra címmel két felvonásban 5 darabot adott elő a MASZK Egyesület december 12-én. A Mezőkövesdi Amatőr Színjátszókör Egyesület 2014 tavasza óta már 8 alkalommal rendezte meg az Okuláré felolvasó estjét, amikor alkalmanként több, 15 perces egyfelvonásos darabot olvasnak fel. A Mezőkövesdi Egyesület tagjai december 12-én 5 ilyen művet vittek színpadra. Az este során Fekete Ádám a Kupakgyáros című alkotását, Mozsik Imre Csatlakozás című művét, Formanek Csaba, Lala és Lili, valamint a Kilövési engedély című írását, és Korcsmáros András, Robi és Juli című vidám történetét adták elő. A humoros darabok központi témája az egyén és tömeg, a szerelemtelenség, valamint az identitás volt.